Romhányi József, divatkereskedés. Ajtó nyílik, belép egy hölgy, terebélyes akár a tölgy, ölebölén ökölnyi, gírhes, meg fog dögölni. Ilyen vevő, de nagy érték, háromszoros itt a mérték. A segédnek szeme éles, 7-8 méter, dupla széles. A hölgy szól, a hang nem gédúr. Ruhanya kell, segéd úr! Hajlong bókor rá a segéd, és a hangja csupa negéd. Van itt nagyon finom gyolcs, ó, nagyon szép és nagyon olcsó, de a hölgy csak kérdi, mondja, nincs jobb mosogató rongya? Tekintete repdes innen, s megakad egy repdes innen. A segéd már fenn a létrán, 10 vagy 20 vég vásznat széthány. S a hölgy szól, a lenvászon tetszik. Jó, csak lemászom, és a segéd már is lent, kiráncigálja a lent, nyízzad, mint az ökör nyárson. Nem len kellen, fenn a bársony. Fenét bársony, ez a tűl tetszik nekem veszettől. Jön a segéd le a tüllel, egy egész oszlop anyag dől el. Lent egy halom szövet vászon, most van mibe kotorászon. De a hölgy csak egyre kacag, ami lehult, csupa kacat. Nem veszek meg így rosszat én. Zsorzset kell, vagy inkább szatén. Moráé, vagy finom muszlin fekszik jól a kemény muszklin. És a segéd vézna vágyat, lecipeli valahányat. Szövet halom úgy elmondom, mint kakas a szemétdombon. Ruhája rongy, benne főtest, úgy ad le egy házi szőttest. S a hölgy végre megpihent itt. Ebből vágjon le 20 centit, az elég lesz az ölebnek. Szempillái föllebbennek, gyomra forog feje szédül, aztán minden elsötétül. S hanyat vágódik a segéd, jól megütötte a hátát. Kezéből az olló kihull, öleb vakant, s csendben kimúl. Thank you.